Ezen vannak a rűzsik, és lentről meg kapja a levegőt. Csak ezt folyamatosan táplálni kell. Igen, tehát így kell betuszkolgatni, hogyha elég. Ilyen kis rőzsékkel, tehát ez a döbbenető tényleg ilyen, tehát így, amennyi elfér. És nagyon jól elégeti, tehát jóval hatékonyabb az égés, mert ugye azáltal, hogy itt távozik elég gyorsan a levegő, beindul egy ilyen szívó hatás. Van egy kék, volt egy kék. Tehát attól lesz rakít. Na gyere, akkor rakítnak még jön a lángrendesen. Jó, gyereke. Az ilyen briketnél, tehát ennél már eleve ott a luk a közepén, tehát ezt így lehet betolni. És akkor az ég. És akkor az ég, igen. Akkor szorosan alá, vagy mivel ez már más téma? Nyugodtan mehet ez a rejvonalba szerintem. Részet lehetettem volna, hogy lassan fölé írni, hogy mi ez. Egyébként tényleg, de nem értettek. Majd ide a középre írjuk akkor. Ez a sarka lejjebb megy akkor is szintes, de teljesen lényegtelen. Figyelj, így is el lehet olvasni, úgy meg el. Úgy mondom, döbbenetes volt, hogy ami 15 személyre csináltunk paprikás krumplit. És én úgy jó, hát vittem valamennyi rőzsét, mert ennyi emberre még, hogy úgy egy ennyit úgy, na jó, hát aztán majd még hozok a fele elég volt. Hogy ez a típusú tárha, ez alkalmas-e fűtésre is, mert ugye itt arról van szó, hogy ha ráteszed, akkor ez annyi jót fejleszt, hogy, igen, hogy amit ráteszel, az megfő. Na de hogy... Igen, na de azt szokták csinálni igazából, hogy, mert hogy itt van, hogy a szigetelésénk, amikor egy kályhánál, ugye a tömegkályháknál az a lényeg, hogy tömege van, tehát hogy az anyag felveszi a hőt. Tehát igazából azt csinálják, hogy itt, amit kilő azt a hőt, azt egy csövön körbe vezetik egy tömegen. De agyagból is, hát megkísérlünk egyet most építeni a helyi alapanyagokból. Igen. Oda fogjuk egy ilyen fixen telepítettet. És az agyag az hova kell akkor? Az egy másik rendszerű, azt labda, ezt a kettőt összetesz így az ember. És akkor elkezdjük tapasztalni. Húzzuk, és akkor ugyanezt megcsináljuk anyagból. Tehát ez vagy ha agyag van, akkor abból is lehet csinálni. Feltétlenül fogunk vigyázni az agyagbányászat közben a Rákosi éperára is. Búzát szájtott, kiszóródott, s az összegyűlt porból. Megyünk begyűjteni helyi alapanyagot a rakéta tűzhely építéséhez. Ez az itt? Igen, ez a háromszög. Hát azért azt tudni kell, hogy mondjuk ugye a 950-es, 60-as, 70-es évekig, amikor még masszívan épültek a bályokházak, akkor innen, meg hát aha, azt megelőzően visszamenőleg egész Kumbában innen épült. A másodlagos gázok is hasznosítva vannak. Na, igen. Tehát igen. Ez egy folytás. Ez a sárga virág? Ha viperát látunk, akkor azt is lehet. Minél lejjebb megyünk, annál világosabb. Én elmentem egyszer 2 méterig, így kézzel. Elég is volt. Ott már majd, hogy nem fehér. Egészen fehér. Uh-huh. És annál keményebb, annál jobb. Csak így lefelé. Igen. Kéne szélesíteni is, mert annyit nem fogunk tudni, vagy. Mindazáltal ez a munkálkodás a Kisalföld, vagyis a Kiskunság milliójében zajlik. Természetesen mindenhol megbúvó kicsi tanyákkal, mint amikből egy ott látható hátul. Egy zsák agyagot már termeltünk, és van benne súly.
fedni? Jó. Nem ugri. Segíthetek? Most mit tettél be? Itt a közelben volt egy agyaglelőhely, ami nem a legjobb agyag, de a helyiek szerint azt mondták, hogy vályog téglának jó. Ez a mi céljainknak is megfelel, és ezt próbáljuk beledolgozni, és kicsit sűrűbbé tenni ezt az anyagot. És hát másik összetevője meg a fűrészpor. A zsákba az van. Ami, ha begyújtjuk a fájhát, kiég belőle, és ettől ilyen porózus szerkezete lesz. Miért? Mert házilag, meg ahogy csinálják a különböző tüzegbriketeket, meg egyebeket. Bármint, hogy mit? Például a levágott fene. Szuper, igen, mert... Ebből már rakétakemence lesz, az tuti. Szakértők itt vannak. Az állagát megvizsgálták. És tökéletesnek találták. Gombócot már lehet belőle gyúrni, akkor ebből rakétakemencét is lehet tapasztani. Ez egy állapota, ez a fázis, és ez azt jelzi, hogy, és akkor pont, majd a végén megmondjuk, hogy valójában mit jelent, mert még nem tudjuk, hogy ez most jó vagy rossz. Tehát, hogy fölvette valamennyire a vizet, és így együtt tud mozogni. Tehát, hogy az nem, egész. Nem egy homok. Tehát úgy néz ki, mintha víz lenne, de hogyha belenyúlunk, akkor az látszik, hogy ez egy viszonylag szilárd anyag. Középen a cső, itt állnak a téglák, és az agyag úgy összekötik. Igen, az aljától is lehetne fölvetni. Igen, én egyébként azon gondolkoztam, hogy miért... Mikor én ezt reggel láttam. Tegnap már itt volt. Tegnap. Aha, így van. Akkor, hogy miért nem téglából van fölépítve, egész lehet építeni bármit. Igen. Úgyhogy csak megáll az a pipa középen, van egy külső köpeny, föl van töltve a cső, illetve a téglafal közt ezzel a péppel, és akkor van egy külső, egy stabil külső, ami aztán sokkal inkább időtálló. Így van. Tehát nézzük meg ezt a törött a dolgokat. Szépen, itt van a rendszer. Még kónuszos is, tehát felgyorsul a meleg levegő áramlás, a szűrlás áramlás technikai magyarázatot értek. Igen, tehát... De akkor ebből ott ki kell tőle. Miért, mint a cserépkályha is, ugye benne vannak a járatok, és a... A tűztér a legnagyobb keresztmetszet, fönt a kivezetés a falba, amikor a füstcső kimegy, az meg már kicsi. Tehát egy lebutítva egy ilyen dolog, mint a gyárkémény. Igen. És fölgyorsul az áramlás. De ez mi, ez nem egy kúpcserék? Még hőtörő is van. Tehát... Hoppá! Akár lehet valahogy felhasználva lehetne. Ez, hogy most belemegy, nem tudom, hogy érdemes. Igen, sima PVC. De amikor rendes agyagot összekeverve fűrészporral, akkor az csak erre el lehet kezdeni felépíteni. Tehát ezt lerakolják, és utána még utána megszárad kiúzni, és meg, ez csak ahhoz kell, hogy megadja a formát. Két darab cső összevadlak. Igen, ez most az ötletünk, hogy akkor ezt találjuk ki közösen. Jó ez a cső, most a helyi alapanyagból. De még mindig az alapot nem látom, mit kéne. Dolgoztunk, de itt most tényleg az van, hogy találjuk ki közösen, mert az alap... Tehát körülbelül így erre gondolunk. Hú, de jó föld van itt, milyen klasszik. Nézem meg, hogy mekkora legyen az eleje. Attól függ, mert most ez elvileg, mivel ez ugye fűrészporral azért van bekeverve, mert a fűrészpor az elég. És egy egész ülő garnitúra folyik így a fale, és akkor az onnan jön a meleg. És annak támasztani a másod csavargatnia. De hogy itt nem ér össze, azért kéne egy kis nyúlva. Várj, ezt levesz. A megfelelő húzat kikísérletezésére a festékdoboz prototípus. Jó,
Égési viszonyait tanulmányozzuk. Igen, igen, azt most tanulom. Ez a táptató? Igen, azért, mert nagyon beszűk csinálni. Tehát ennek nem kérek. Ja, új vendég. Mert van neki ott egy kis pereme, tehát ez lehet, hogy be van vésve. Csak szerintem ez még egy szörnyebb is lakna igazából. Ezt, ugye? És akkor ennek van egy ilyen kis több ilyen alakban van kivágva. És akkor úgy volt oda betolva. Hogy tartsa meg. Igen, és akkor alulról meg rendesen húzza fel. Viszont ez már komoly. Nem, még hideg, de maga körül a víz. Tehát ott, már alig füstöl. Igen. Viszont így megy körbe-körbe a víz, de még hideg, nagyon érdekes. Igen, mert nagyon... Hát a füst lehet, hogy... Mert nagyon erősen megy neki a láng. Az olyan, amely. Igen, nagyon érdekes. Innen lehet látni, hogy konkrétan nyaldok. Melegszik, tehát az alja melegszik. Tüzelés technikai test helyzetben. És közben a megemelt alapszintű rakétakemence váz. Rakétakemence. Vagy akkor itt a tűzhely. Akit a tűzhely, igen. Csak nem is kell. Jó, akkor ezekkel milyen kellene. Saját én azt hiszem, hogy a saját ötletét becskérni. Okay, next time. Hú, gyerekek, az egy nagyon híres és borzasztó drága kávé, amit ő most mond. Tök jó, most már Krisztára hoznál valamit. Most azért kár lett volna úgy elhozni és visszavinni, hogy így. Az biztos. Köszönjük. Én úgy értettem, hogy a mai kaja az az a most szeretnék segíteni. Na most nem tudom. Segíteni szeretném, akkor egy kicsit várnak. Drukkolni is tudok. Hogy a megfelelő szakadva jövőről már majd te is tudsz segíteni. Jó? Kicsit várni kell. Aha. Jó. Most így kéne. Azt csak arra csináltam, hogy ott, amit a víz függőlegesre kellett rakni. Látod össze, az mit szóltok, hogy... Így megfogni dróttal, tényleg. De hozottatok valahonnan. Így jó, egy visszintesen kell. Ott a dróttal. Nem megyek, lemosom a kedvem. Light the paper. Ráérsz, hogy hozzá kellett magad. És akkor ugyanezt kell volna. De jó. Elé. Very good. Azok a bizonyos turbulenciák megindítják a húzatot. Jó, hát a tején tejet is megisszuk most, akkor nem tudom. Miért? Ez nem a fenekéből. Átmegy egy szervezetem. Az egy szőlet, az a legkristálybb. Egy szoktam mondani, akinek a... És azért dolgozunk, hogy ilyen finom kávét készítsünk. Felforralt vízből, mint nagycsáló. Vagy a cserébe. És a cserébe. Most szerintem jó van. Most töltsünk bele, hát azért hoztam, hogy utána még így jön. Jó, fogom így eltartva a csapatot. Ha szerintem ide nyomassam bele. Persze, és akkor már utána eltakarjuk. De hogy elnyomja. Még egy három marékkal, igen, úgy bele, ide, csak úgy bele. Van ott elég elő? Nem, most dobáljátok egy kicsit ide. Aha. Most jöhet be. És én közben hozom aztán a drót. A lavord dobálja, de hogy is hoz mindjárt nektek vízzel, drágám. Bocsánat. Akkor a két oldal. Erről le fog esni most. Igen, ezen gondolom, hogy ezen drót van. De úgy, így, hogy ilyen sáros legyen. Hát és ez még jobb, mert akkor ezt innen fogja. Előre is rakunk. Csak gondolom, hogy ez így. Ja, hogy rakunk előre is. Az ő helyeit meg már rakhatjuk. De nem csak az. Épül a legfelső szín.
mármint, hogy így. De hát nem tudom, szóval 1 milliméter lehet a különbség, tehát a legjobb. Hát mitől lesz a szép? Van ez a konstrukció, csak hogy most kéne egy kicsit szépíteni rajta, ugye? Uh-huh. Ez közepes a plónak, jó? Ide, tehát kisebbeket, tudod? Igen, ezek. De ilyen is, Isten. Itt is nézzenek, de jó levegően lehet írni, le legyen. Akkor itt be van csupa, csak igen, csak hottyogós legyen, ugye amikor ki van, milyen az ember, ez a kis, a korai kis. Ez már az esztétikai formálásnak a szakasza. Jó. Eltávolítottuk a sablont. Annyira koncentráló. Ezt most veszed közben? Hát ez a legjobb jövő. Tényleg? Hát ez ilyen. Szegény Attila. Attila! Sziasz, gyere gyorsan! Nagy pillanat. Kim van a cső? Kim van a cső? Gyere, nézd meg, most jön ki a cső, de nagyon nehezen. Most már jó, jó, de... Csak függően van. Kőkemény. Gyere! És most lesz a munkája. Jó, miért megyek? Kamara csőt arcsa. Ez gyönyörűséges. Hát ez ilyet. Hát befejeztük itt a civil kollégium udvarán a mi kis kályhánkat, ezt a rakétakályhát. Tűzhelyet. Köszönöm. És tegnap, amit ástunk nagy lelkesen, a határba agyagot, ezt a morzsalékos agyagot, ezt ide bedolgoztuk ebbe a kis tűzhelybe, és hát ez lényeg, hogy helyi alapanyag, helyi kreativitás, igen, helyi hát ez tudás. Közös kreativitás. Közös kreativitással. Gyere közelebb, nézd bele ide lyukba. És hát ez ennek most száradni kell. És majd itt fogunk főzni. Igen. A cserép is innen van. A Nóra a szellemi atya ennek a rendszernek, úgyhogy ő még egy mondatot hol. Én találtam az interneten. Na, már is megtudtunk valamit. Ezt az Afrikából importált tudást. Igen, ez egy afrikai tudás. Afrikai tudás. Magyar módon. Közös kreativitás. És itt az eredmény. És azért ez a csoport munka, úgyhogy 17-től csinálták, tapasztalták. És közös alkotás is, mert nem egy előre... És itt lesz a fazék rajta, ami nem műanyag, és majd így lehet főzni, ugye? Igen. És pont lesz, elég rincs. És stabilan áll rajta a fazék. Ez tökéletes. Igen.